Szép napot! Szatmári Nóra vagyok. 2023. október 14-én mérleg új holdat köszöntünk. Ennek során némi nyugtalanság, feszültség felütheti a fejét. A kicsúcsosodása az új holdnak este 19 óra 56 perckor lesz. Ugyanakkor a mérlegből fakadóan ez a nap egyben az egyensúlykeresés pillanata is, amikor érdemes az ellentétes erőket lehetőség szerint kibékíteni. A becsvágy, a mélyen magunkban eltemetett vágyak fel fognak ébredni annak érdekében, hogy többet tegyünk önmagunkért, megvalósíthassuk aktuális álmainkat, és az új hold a mérlegjegyében felébreszti a legerősebb vágyainkat. Érdemes kiállni a véleményünk mellett, oda kell figyelni a szükségleteinkre, amiket eddig elfojtottunk, akaratunk pedig erősítheti a céljainkat. Mikor, ha nem új hold idején kívánjunk valamit magunknak, valami újat, valami merőben ízleteset, finomat, illatosat, előremutatót és örömtelét? Az építő és szépítő jellegű vágyak ideje ez a nap? Hát mondd ki bátran, mik a pontos céljaid, hová igyekszel, és hogyan fogod a terveidet megvalósítani? Ki segíthet ebben, és mik a gátak, amik eddig akadályoztak, valamint legutolsó sorban, hogyan fogod legyőzni azokat. Ha vannak konkrét, jól megfogalmazott tervek, célok, akkor a megvalósítás is játszik könnyeddé válhat. Ha csak e-mailámmal fogsz neki a vágyak megfogalmazásának, akkor az út, amit be kell járnod, hát nem biztos, hogy könnyű lesz, hisz az előbbi pontok mind hiányozni fognak, hiszen nem is tudod meghatározni azokat. És hogy mondjak egy konkrét példát. Úgy szeretnék egy normális kapcsolatot. Ugye ezt akár napi szinten is hallom a klienseimtől. És ilyenkor meg szoktam kérdezni akkor is, hogyha ez nem tűnik kedvesnek tőlem, hogy oké, mit teszel ezért? Min vagy hajlandó változtatni? Azért, hogy ez a normális kapcsolat megérkezzen. Mit tanultál az eddigi kapcsolatokból? Ki segíthet tisztában látni önmagadat, a helyzetedet és a céljaidat? Amint eljutsz oda, hogy meg tudtad határozni pontosan, kire vágysz, milyen körülmények között és mit teszel meg ezért, akkor a bevonzás könnyebbé fog válni. Szeresd magadat! Ez legyen az első lépés mérlegújhold napján. Miért érdemes mérlegújhold napján elkezdeni ezeket a folyamatokat? Azért, mert a nap és a hold együttállása mindig egy ciklus végét, egyben egy vadonatúj elkezdését hozza. Élénkítő energiát és kezdeményező készséget kapunk, szó szerint ingyen. Megtalálható az érzelmi egyensúly, ami persze már önmagában remek az újrakezdéshez, a lendületességhez, akár egy új projekt elindításához. A mérlegújhold megkérdőjelezheti a régi szokásokat, a viselkedés mintákat, a hiedelmeket, miközben új és ötletes módszereket keres és kínál fel számunkra a fejlődéshez, így pedig az önfejlesztéshez is. Én ezekhez a folyamatokhoz sok sikert kívánok nektek! Jusson eszetekbe, hogy van új hold meditáció a csatornámon, érdemes meghallgatni. Nagyon jó időzítés lehet estére, amikor ugye fordul az új hold, és kicsúcsosodik este 19 óra 56-kor. A legjobbakat kívánom, és remélem, hogy sokan lesztek bátrak ahhoz, hogy új dologba vágjátok a fejszéteket.